Új helyszínnel gazdagodott az Újbuda 60 plusz program. Mostantól az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban is lehet érdeklődni és ügyet intézni. Őrmezőn a Kérő utca 3 alatt korábban is az időskor problémáival foglalkoztak, hiszen ott működött az Újbudai Senior Rekreációs Központ, ahol kézműves foglalkozásokat tartottak. A Norvég alap támogatásával tavaly indult önkéntes projekt keretében azonban lehetőséget kapott a 60 plusz program infrastruktúra fejlesztésre is, és az alkalmat megragadva úgy sikerült megújítani és bővíteni az épületet, hogy közben az eredeti funkció is megmaradt. Az idős embereknek számos olyan segítségre van szüksége, amit a mai ellátórendszer nem tud biztosítani. Ez teljesen természetes, hiszen mondjuk valaki mondjuk valami rosszul lét van, és csak egy-két napra kell neki segítség. Szegény, mire bekerül a önkormányzati vagy állami ellátórendszerbe, egyszerűen képtelenség ezzel kezelni. Ugyanakkor a társadalomban van egy olyan óriási erő, ami az önkéntességbe rejlik, és ennek hál' Isten itt Újbudán egyre nagyobb a hagyománya a 60 pluszon belül, hiszen számos önkéntes segítőnk tevékenykedik a 60 pluszban is. És gyakorlatilag az ő képzésükkel szeretnénk azt elérni, hogy őket bevonva az ellátórendszerbe egy olyan alternatív ellátórendszert tudjunk felépíteni, ami segítséget tud nyújtani mindenkinek a egészen speciális igényére. A Kérő utcában tehát otthonra lehet az új, egészséges és aktív időskor nevű önkéntes program. Itt gyűlnek össze például a résztvevő segítők módszertani megbeszéléseikre. Emellett azonban számos meglévő 60 plusz szolgáltatás és öntevékeny csoport is átkerül a Bölcső utcai épületből ide. Persze az a helyszín sem zárja be a kapuit, hiszen számos program megmarad ott is, elsősorban azok számára, akiknek az esik közelebb. Hosszú távon azonban több olyan szakmai fejlesztést, új szolgáltatást kíván a 60 plusz bevezetni a Kérő utcában, melyhez eddig nem állt rendelkezésre megfelelő hely vagy infrastruktúra. Egy olyan feladatot vállaltunk, ami igen heroikus volt, tekintettel arra, hogy egy 2 éves programot 1 év alatt kellett teljesítenünk. Amit a magunk részéről mindent megtettünk ennek érdekében, hogy ez meg tudjon valósulni. Ugyanakkor azonban vannak olyan folyamatok, amit nem tudunk befolyásolni, és ott még lesz majd feladatunk az elkövetkezendő időszakban. Nem utolsó sorban az új centrum feladata lesz az is, hogy mint kiemelt módszertani központ helyszíne legyen az ország különböző területén működő idősügyi társszervezetek vagy önkormányzatok számára tartandó szakmai találkozóknak, továbbképzéseknek és konferenciáknak. A most megnyílt központ naptárát folyamatosan töltik fel, hogy a nyári szünet után ősztől már minden olyan szakmai feladat és program megtalálható legyen itt, amelyet a 60 plusz vállalt és tervezett.